Nagy szeretettel köszönjük Önöket a Romaniak a Pannoniában című előadás sorozatunk második részén. Ma a Dunakanyari Limes történetéről fog nekünk mesélni Vedő Ferenc Lévés professzor úr, akinek ezúttal is nagyon köszönjük, hogy még megtisztel minket előadás sorozatával. Az előző részt felvetett Rádnafi Csaba látható a Lehet Falu TV-nek az oldalán. Tehát aki a múltkor nem tudta megnézni, vagy át akarja ismételni, az ott megtekintető, a mait is fel fogja tenni. És akkor legközelebb kikérdezzük. Át is adom a szót, professzor úrnak. Hallható, vagy a kinézénél is. De nem muszáj. Inkább jobb így. Igen, csak a fény. Szóval... a mai alkalommal nem egy sztorit fogok elmesélni, mint ahogyan a múltkor volt ez, ugye a történelmet körülbelül Krisztus születésétől a 400. vagy a 7. század végéig, hanem, mert ugye azt most már tudjuk, legalábbis ezt feltételezem, hanem megnézzük, hogy ennek a bizonyos római birodalomnak, aminek a múltkor a Pannoniára vonatkozó részéről beszéltem körülbelül egy óra hosszáig, ennek a határait fogjuk megvizsgálni, hogy ez hogyan nézett ki. A határ vizsgálata pedig nem egy történet lesz, hanem bemutatása azoknak a különböző objektumoknak, amiket a római limeszen lehet találni. Mindjárt az elején szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez, hogy limesz, ez az egyik lehetséges neve ezeknek a határvonalaknak, mert hogy ahogy erre a térképre ránézünk, mindjárt lehet látni, hogy a római birodalom eszméletlen hatalmas nagy államalakulat, beltengerként kezelhette az egész földközi tenger, tudja, hogy van mindenestül. Ennek vannak szárazföldi szakaszai, aztán vannak tengeri szakaszai is. Hát ahol a tenger határolta, ott természetesen másmilyen berendezésekre volt szüksége ahhoz, hogy a határt védjék. A szárazföldi szakaszokon van olyan terület, a kontinentális Európáról beszélek most, ahol tulajdonképpen folyami határok szabták meg azt, hogy hol állapítja meg a római birodalom a maga határait. Ezek a folyami határok a Duna és a Rajna voltak, de például mondjuk a brit szigeteken, pontosabban Angliában, vagy a legnagyobb brit szigetek, ott a szárazföldön belül nem folyami határ volt, ott falat kellett építeniük. Azután láthatjuk, hogy Afrikában és Arábiában is eléggé hosszú határszakasz volt. Ezeken a határszakaszokon viszont ugye Afrikában a római birodalomtól délre akkor is a Szahara volt, mint most. És Arábiában is sivatagi volt a helyzet. Tehát egészen másfajta határvédelmi berendezkedésről kellett gondoskodni ezeken a területeken, mint Európában. Itt ez a dolog pontosabban is látható, és még egy érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmet, amire majd később többször fog sor kerülni, hogy hát lehet látni, hogy azok a provinciák a kontinentális Európa területén levő provinciák, Gallia, Germánia, Noricum, stb. Azok, amik itt láthatók, azoknak a területéhez képest
egy viszonylag kicsi határszakasz jutott. Hát ugye nyilvánvalóan van egy ilyen határ alatta van egy provincia, és annak az egyik oldala képezi a Római Birodalom határát. A pannoniai provincia az abban a kérdésben különbözik ezektől, hogy nálunk ugye van a Duna határ, amelyik egy ideig kelet-nyugati irányú, azután van egy könyök, ez a miénk, és onnantól dél felé megy a dolog, tehát egy viszonylag kis területre kétszer akkora határszakasz jutott, mint a provinciáknál általában. Na most, mivel a katonai kontingens, amelyik védi ezt a határt, azt nem a provincia területéhez, hanem a provinciában levő határszakasz hosszához mérték, ezért itt mi nálunk egy különösen komoly katonai koncentrációval kell számolni. Az is nyilvánvaló, hogy mondjuk a Szaharában meg Arábiában ilyenre kevésbé volt szükség. Most tehát azt fogjuk csinálni, hogy végignézzük, hogy milyen határvédő berendezéseket, milyen határvédelmi objektumokat építettek és használtak a rómaiak. Ez, ami itt van, ez Angliában van, az úgynevezett Hadrianuszi fal. Ugye Angliában volt az a helyzet, hogy nem volt határvédelmi folyó, meg tengerpart, meg a Szahara sincs ott. Itt tehát valóságosan kellett építeni egy falat, és Hadrianus ezt a falat meg is építette. Egyébként általában úgy, hogy annak a falnak az egyik oldala meredekebb legyen, minél nehezebb legyen ugye fölhágni rá. A falnak egyes szakaszain egészen pontosan, hát körülbelül egy római mérföldnyi szakaszokon volt rajta kapu, mert hát máshogy nem lehet bemenni a birodalomba, vagy onnan ki. Ennek megfelelően ezeket a kapukat megépítették, és ahol nyílást vágtak a falon, ott lehet látni, hogy egy ilyen kis védő falat építettek e köré, a dolog köré. Ezt hívja az angol kutatás Mile Castle-nak, tehát a mérföldenként levő ilyen kapu erődítés. Látszik, hogy ezeken az erődítéseken belül épületek vannak, hát úgy kell valahogy elképzelni, mint ahogy az ember manapság egy határőrizettel ellátott átkelő ponton átmegy egyik országból a másikba. Ez egy rajz, ami arról, hogy hogyan képzelte el az illető történész régész ezeket a Mile Castle-okat ahhoz, hogy milyen is volt ez működés közben. Na most Hadrianus ezt megépítette a második század 20-as éveiben. Az utódja, Antoninus Pius, az úgy érezte, hogy ő egy kicsit északabbra szeretné tolni ezt a bizonyos római határfalat, és ő is épített egy kőfalat az északabbra. Az jóval rövidebb, mint a Hadrianuszi fal, de az az igazság, hogy nem is olyan precíz és nem olyan stabil, mint a Hadrianuszi fal volt. Ez egy szakasza az Antoninus Pius falának. Vannak olyan szakaszai is, ahol aztán fal sincs, csak egy árokrendszer védi a birodalmat a kint levőktől. Azt mondhatnám, hogy ezek inkább csak olyan jelzésszerű dolgok, hogy innentől kezdve vigyázzanak, mert ha a római jön, akkor az problémát okozhat. Ez is egy hasonló szakasz az Antoninus Pius erődítési rendszerének ezen a helyen. No,
Ha most eljövünk a brit szigetekből, és elmegyünk a Szaharába, hát akkor lehet látni, hogy ott ez a dolog hogy néz ki. Ott nem építettek falat, mert ez nagyon költséges is lett volna, és fölösleges is lett volna, hanem erődöket építettek a Szaharában azokon a pontokon, amelyek a római állam szerint az ő végeiket jelentették. Ez itt egy kis erőd a Szaharában, tekintve, hogy a Szahara az a római kortól kezdve csak egyre melegebb és szárazabb hely a mi felénk közelebbre. Ezért aztán ezek az emlékek viszonylag jól megmaradnak, ugye a télen vagy azt tudjuk szét, és egészen jó állapotban levők is vannak közötte. Hát ez az egyik ilyen. Ez itt Jordániában, az arab sivatag peremén, egy másik hasonló őrhelynek az őrtornya, amelyikkel hát szintén a birodalom épségére vigyáztak. Nem voltak ilyen elegánsak, és főleg nem kőből épültek azok az őrtornyok, amik azon a rövid kis szakaszon voltak, ahol a Rajna forrásvidéke és a Duna forrásvidéke egymással ugye nem érintkezik közvetlenül. Itt nagyon sűrűn, de nem különösen erős, inkább csak a figyelés, a megfigyelés szempontjait szem előtt tartó őrtornyokat találunk, amelyeket fából építettek valószínűleg, és egy ilyen őrtorony rekonstrukciója látszik a germániai szakaszon. A mellette természetesen volt kerítés is, és hát így igyekeztek értesülni arról, hogyha valamelyik germán törzs, aki a szomszédban volt, megpróbált volna a birodalomba illegálisan betörni. Voltak azután inkább ahhoz a bizonyos angliaihoz hasonló őrtorony formátumok is, amelyeknek a magas része, tehát ahonnan kinéztek, az már egy kicsikét jobban hasonlít ahhoz, mint amilyenre majd később sort fogok keríteni, és mint amilyen a miénk is volt, tehát amelyik nem volt lefedve tetővel, hanem hát ilyen bástya-szerű, mint ez. Ezekhez hasonlít nagyon, hasonlítanak ezek az őrtornyok, ez itt most nevezetesen nem a római birodalom határa, de ez is egy védmű része, ez egy nagyon-nagyon érdekes és fontos objektum a római kori hadtörténetnek. Aurelianus császár a Róma városát vette körbe fallal. Ez az Aurelianuszi fal, és hát rajta ezek a bizonyos őrtornyok, amik szintén arra szolgáltak, hogy már messziről lehessen látni, hogy az ellenségnek milyen szándékai vannak. Ez azért is nagyon érdekes, mert Aurelianus császár nagyon sikeres hadvezér volt, és nagyon komoly győztes harcokat vívott azokkal szemben, akik a római birodalomból ki akartak volna hasogatni egyet mást. Ehhez képest viszont rendkívül ilyen óvatos is volt, és miközben a határokon győzelmes harcokat folytatott az ellenséggel szemben, Róma városát körbevette egy ilyen erőteljes fallal. Na most következik, hogy ezeket a határvonalakat, amelyekről az imént beszéltem, ezeket katonasággal kellett megerősíteni. A katonasággal való megerősítésnek a technikája az körülbelül olyan volt, hogy a legnagyobb egysége a római hadseregnek az a legió. Egy legióban 6000 ember
volt, és volt olyan pont is, ahol dupla legió voltak, tehát ahol 12 ezer ember, az azért borzasztóan sok katonából. És ezek a legiós táborok, ezek voltak elhelyezve bizonyos távolságokban a határszakaszon. Hogy ez a távolság, ez mekkora volt, azt nem lehet egészen precízen megmondani, de minden esetre azt lehet mondani, hogy Pannoniában, amit Trajanustól kezdve ketté osztottak alsó és felső Pannoniára, és a felső pannoniai rész az a mai Deutsch-Altenburgtól, sőt, Vindobonától, tehát Bécstől kezdve tartott egészen, hát körülbelül mondjuk odáig, ahol a Komárom van. Odáig volt két legió, és akkor onnantól lefele, Belgrádig másik kettő legió. Tehát ezek között, a legiók között azért rendesen egy olyan 100 kilométer egész biztosan volt. Na most a legiók között azután voltak kisebb méretű csapattestek, majd azokról is szó lesz. Itt most minden esetre azt szeretném megmutatni, hogy hogy nézett ki egy ilyen legiós tábor. Természetesen a legiós táborok alkalmazkodtak ahhoz, hogy melyiket hol telepítik, és ezért nem minden legiós tábor ugyanúgy, de azért vannak bizonyos fő szempontok, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni, és ezek azért is nagyon érdekesek, mert a római városépítészetnek is az alapjait képezik. Tehát a legiós tábor, ahogyan ezen a germániai legiós tábor alaprajzon látni lehet. Hát először is ugye árokrendszerrel vannak körülvéve. Négy kapujuk van, amelyek egymással szemben vannak a négy oldalon. És azt hiszem, hogy így majd jó lesz. Tehát ugye itt vannak ezek a bizonyos kapuk. A kapuk közül az egymással szembe levők, azok ilyen utcákat kötnek össze. Középen a főkapuval szemben van az úgynevezett principia. Hát ez a központja a tábornak. Itt helyezkedik el a principián a pretórium, az a csapatparancsnoknak a székhelye. Mellette különböző kiszolgáló létesítmények, az a hely például, ahol az anyagiakat őrzik, az a questoriuma a tábornak, akkor az élelmiszerkészletek helye az a horreumban van, ezeken a helyeken működnek még kórház a katonák számára, és kórház a lovak számára, mert lovas kontingensnél az is nagyon fontos, hogy állatorvos is legyen. És azután ezeken a helyeken van kis kreclik láthatók, ott vannak a katonák elhelyezve. Hát ezeknek külön nevük van, amit nem érdemes megjegyezni külön. Ez ugyancsak egy tábornak a rekonstruált képe. Ez valamiben nagyobb, mint amilyent az előbb lehetett látni. Hát azért, ha elgondoljuk, hogy itt tényleg mégiscsak 6000 ember elszállásulásáról volt szó, akkor erre szükség is volt. Azután nem csak ilyen nagy táborok voltak, tehát a legiós táborok mellett voltak kisebb táborok is. A kisebb csapatok azok úgynevezett auxiliáris vagy segéd csapatok.
az auxiliáris táborok is elvileg ugyanúgy néztek ki, mint a legiós táborok. Ez itt például egy olyan. A bal oldalt van a tábor alaprajza, és jobb oldalt van egy olyan légi felvétel, ami ennek a tábornak a felásod részeit mutatja. Hát lehet látni, hogy itt nincsen barakból. Annyi az auxiliáris csapatok, azok maximum 1000 főt fogadtak be, de volt olyan, hogy csak 600 ember volt bennük. Általában el kell mondani már most, még majd később lesz erről a szó máshol is, hogy a legionáriusok azok döntően gyalogos katonák voltak. Az auxiliáris csapatokban pedig különböző ilyen különleges fegyvernemek voltak. Tehát például az íjászok az egy ilyen auxiliáris forma, vagy maguk a lovas csapatok, az is egy auxiliáris csapathoz tartott, parittyások, és így tovább. Ezek általában olyanok voltak, hogy a Római Birodalom által elfoglalt területekről származó katonák voltak, akik nem is voltak még római polgárok, de valamiért ahhoz a bizonyos fegyvernemhez, például nyíllalövéshez vagy parittyával való bánáshoz jobban értettek, mint a rómaiak maguk, és akkor ezekből szerveztek ilyen auxiliáris csapatokat. Maga a tábornak a beosztása egyébként itt is ugyanolyan, mint amilyen a legiós táborok esetében volt. Ez is egy auxiliáris tábor, látszik rajta, hogy aszfaltot is keresztül vezeti, most vágja. Ez itt a főtengely, itt van a principia, ahol a tábor parancsnoka és a közösségi helységek voltak. Chester katonai táborának, a legiós táborának a látszati képe. Látszik rajta, hogy nagyon ügyesen volt elhelyezve egy folyó kanyarulatában, hogy legalább két olyan oldala legyen, aminek a védelmét ez a folyó elláthatja. Na, hát ugye idáig olyan táborokat láttunk a germániai és a déciai limeszről, amelyek jobban hasonlítottak azokhoz a körülményekhez, amikhez mi Magyarországon is szokva vagyunk. Ez, amit mutatok, ez a Masada Izraelben van, katonai tábora, egy légi felvételen, hát csak egy kis része van neki föltárva, a nagyobbik része az nem. Ugye ezeken a részeken van föltárva, és hát ez is ugye sivatagi körülmények között táborhely, meg is látszik rajta, óriási nagy egyébként. Van aztán, ez egy nagyon érdekes dolog, ez is a, nem tudom, hogy mennyire látszik, megpróbálom megmutatni. Itt vannak a határai. Ez egy úgynevezett menettábor. Ugyanis ha a római hadsereg valahova expedíciót indított, akkor természetesen nem számíthatott arra, hogy ahova megérkezik, ott lesz egy római katonai tábor, mert hát alkalmasint esetleg az még ellenséges vidék is volt. Ellenben az rendkívül ilyen kemény szolgálati előírás és szabályzat volt, hogy nem lehet úgy, hogy megérkezünk valahova este, aztán fejünk alá tesszük a vizénket, a köpenyünket, és akkor megvalszunk, hanem ahhoz, hogy a római hadseregnek egy egysége nyugovóra térjen, ahhoz mindenféleképpen, mielőtt lefeküsznek, el kellett rendezniük a területet maguk előtt. És ezek az úgynevezett menettáborok, amik alkalmasint csak egyetlen éjszakára voltak, de őnekik akkor is körül kellett ezt venni rendesen árokkal, és megfelelő rendben
kellett nyugovóra térniük, és hát aztán ezeket a menettáborokat, ezeket most úgy lehet csak felfedezni, korábban erre nem is nagyon volt lehetőség, hogy repülőgépről csinálják a fényképeket, ugyanis a gépen hajnalban és este felé, mikor surló fény van, sokkal jobban lehet látni azokat a kis talaj differenciákat, aminek a következtében azután előugrik egy-egy ilyen menettábor. Ez szintén egy auxiliáris tábornak a makettje. Ez a ugyancsak egy auxiliáris tábori, onnan is nagyon jól lehet látni, hogy ez auxiliáris vagy legionárius, azt onnan lehet látni, hogy mekkora. A legionáriusoknak a tábor általában téglalap alakú, ez négyzetes szokott lenni, és hát ilyenkor persze természetesen, ha ilyen talál egy régész, akkor megpróbálja először meghatárolni az egy valamelyik kaput, mellette levőt, akkor mindjárt ebből kiderül, hogy melyik a két főtenge, és a két főtengely találkozásában a principiára lehet számítani. Azután a többit meg sem nagyon ássák, mert az is pénzbe kerül. Ez egy olyan germániai táborhely, ahol nagyszerűen lehet látni, hogy a különböző táborperiódusok egymást néha vágták, tehát nem ugyanazon a helyen építettek tábort most, mint ahol majd későbbiekben fognak. Sőt, hát itt az is látszik, hogy van auxiliáris tábor hely, az a legnagyobb, és az alatt pedig az már csak egy őrtorony helye, ami ott látszik. No most, miután így megnéztük, hogy hogyan néznek ki az alaprajz alapján ezek a bizonyos táborok, egy-két belső épületről próbálok képeket mutatni. Hát ez itten egy Jeras nevű helyen, Arábiában egy principia, a központi főépülete a tábornak. Ez a gyönyörűséges nagy pedig, hát ez az egyik legszebb római tábor, ami föl van tárva, vagy legalábbis részben föltárva, Lambezis. Afrikában van szintén. Ez a Lambezisi tábornak a principiájáról a pretórium, tehát ahol a főparancsnok székel. Azért ezzel látszik, hogy hát ezt nem két estére építették. Nem mindegyik ilyen elegáns. Pannon vagy Britanniából való ez a bizonyos másik. Ez is egy pretórium. Látszik rajta, hogy szépen le van kövezve az alja, de hát sokkal kisebb is, és sokkal szegényesebb, mint amit az előbb láttunk. A másik nagyon jellegzetes dolog a táboroknál a kapu. Hát ugye kapu az volt négy is, amint láttuk a tábor négy oldalán. Ez az egyik táborkapu, kívülről és belülről így nézett ki. Táborkapukról majd még később többet is fogunk hallani. Ez szintén egy táborkapu, ez Táciában, Potaisszában. Korolisszumban, elnézést. Korolisszumban van. Na most a harmadik épülettípus, amire szeretném a figyelmet felhívni, a barakkok. Hát természetesen ugye a barakkokban laktak a katonák, az körülbelül így nézett ki, hát azokban a kisebbekben ott van a legénység, és a nagyobbakban, abban pedig a tisztek. Megpróbálták elképzelni, hogy hogyan is nézhet ez ki, akkor amikor a katona benne van, bele is rajzolták szépen. Hát nem mondom, hogy nagyon bővíve voltak a helyek. Ez egy olyan britanniai auxiliáris tábornak a baraksora, amely lovasságé volt. Amit itt középütt látunk, az egy szennyvízzel vezető csatorna, el lehet képzelni, aki már tartott lovat, azt tudhatja, hogy szennyvízzel vezetés nélkül erre olyan nagyon nagy lehetőség nincsen.
Tehát ahhoz, hogy a lovakat tisztességesen lehessen tartani, ahhoz a baraksor között egy ilyen becsületes szennyvízzel vezető csatornát is építettek. Ez is egy baraksor. Azért tettem bele, nem azért, mert nagyon sokat lehet a barakokból látni, hanem hogy önök érezzék a nehézségét annak, hogy milyen lehet Rómában ásni. Ez a római metróépítés során talált katonai tábor barakjai volnaló ez a kép. Azért nem volt ez egy akármilyen tábor, mert itt alul, hogyha lehet látni itt, ott azért van egy geometrikus mozaik, szóval ez azért nem minden táborban volt. Na most a következő épülettípus, ami szintén lényeges, ez egy horreum. A horreum az, ahol a terményeket tárolták. Azért van lábakon, nem azért, mert ezt fűtötték, tehát ez nem hipokausztum, hanem azért van lábakon, hogy meg tudják védeni a kártevőktől az ott felhalmozott gabonát és mindenféle egyéb eleséget. A horreumok nagyon-nagyon lényeges elemei voltak a katonai táboroknak, mert hiszen enni kellett adni a katonáknak. Egy másik horreum, amelyik szemben az előzővel nem szabadon áll, hanem a fal mellé van támasztva, szintén Britanniából. Na most ez, amit itt mutatok, ez egy különleges, speciális dolog. Ez az én általam talán leginkább referált római császárnak, Diocletianusnak a palotája Splitben, az Adriai tenger partján. A szépsége a dolognak az, hogy amiért én ezt mindig megmutatom, ha csak egy módon van rá, hogy szórakoztassam ilyesmiben a közönségemet, hogy Diocletianus, aki katona volt egész életében, utána nyugdíjba ment, mint császár, és építetett magának egy palotát, de az a palota, az egy római tábor mintájára van megépítve. Tehát ő még az öregségi nyugalmat sem tudta másként elképzelni, mint azok között a körülmények és formák között, mint amilyen be egész életében élt, és hát Splitben megépítette ezt a gyönyörű palotát, amelyiknek az oszlop sorában, hogyha oda vittek egy fotelt neki, akkor megnézhette, hogy nyugszik le a nap az Adrián. És belül, meg hát természetesen mondjuk itt nincsenek barakkok, mert arra itt nincsen szükség, de mindenféle egyéb tekintetben és berendezésében úgy néz ki pontosan, mint ahogy egy tábor kinézett. A principia, tehát a közösségi tere ennek a tábornak, ez itt látható. Az egyik legszebb hely a splitti városban. Azt is lehet rajta látni egyébként, hogy hát természetesen nem hagyhatták a tábort, ugye, hogy van, akik később arra fele jártak, tehát beépítették az oszlopok közeit, és hát látjuk, hogy ott ablakok meg mi egyebek vannak, az ott korábban egy oszlopsor volt, de éppen annak köszönheti a splitti Diocletianus palota azt, hogy még megvan, hogy beleépítették ezeket a későbbi épületeket, és ennek során használták, és megóvták attól, hogy tönkre menjen. No, hát körülbelül ez az, amit arról akartam mondani, hogy milyenféle berendezések voltak a római katonai táborokban, és milyenek voltak ezek a táborok maguk.
És most egy kicsit közelebb megyünk Pannoniához. Ezt a képet, ezt már én mutattam a múltkori előadásban is, mert most amennyire lehet végig menni, hogy Pannoniában ez a dolog hogyan nézett ki, nem is egész Pannoniában, hanem inkább csak a Dunakanyar illetően. Ez egy dunakanyari térkép, ami itt van, és hát éppen olyan helyen vagyunk, hogy tőlünk nyugatra van brigéció, ahol katonai legiós tábor volt, illetőleg itt lent tőlünk délebre van Aquincum, ahol a következő legiós tábor volt. Tehát legiós tábor erre a szakaszra nem esik, de kisebb táborok, segédcsapatok táborai, vagy pedig kisebb kontingens táborai, azok azért vannak. Ezek a nagyobb négyszögek jelentik ezt itten, Esztergomban, Pilismaróton, Visegrádon, Dunabogdányban, bocsánat, Pilismaróton, mi is ez? Az ott Dunabogdány, Szentendrén, és hát azután majd lent Aquincumban. És akkor a kis piros négyzetek, tehát ezek, amik itt vannak, ezek mi, ezek még egy kicsivel kisebbek, ezeket úgy hívjuk, hogy burgusok, és a fekete kis pötty, azok pedig a legkisebbek, ezt hát őrtorony, vagy figyelő torony, az angolok azt mondják, hogy watchtower, vagy latinul azt szokták mondani, hogy specula, amivel tulajdonképpen csak megfigyelést lehet megvalósítani. No, ez itten a Carnuntumi legiós tábornak, a Carnuntum városának a római kori térképe. Az érdekes, és majd látni fogjuk, hogy ebben törvényszerűség van, hogy a legiós tábor maga az itt van. Körülötte van egy civil település. Attól elkülönülve itt van egy másik város, azaz úgy hívják, hogy polgárváros, civilstadt. És azután, hát itt van egy ilyen kis auxiliáris táborka is. Tehát tulajdonképpen, ahol egy ilyen óriási katonai kontingens volt, mint amilyen Carnuntumban is, amely az általában ugye oda települt, ahol korábban is volt már város, de attól függetlenül, és nem ritkán, sőt eléggé szabályszerűen, a katonai tábor körül létesült polgári település, aminek Canabé a neve latinul, az nagyobb volt alkalmas itt, mint amilyen, mint amekkora a civil város, mert ha elgondoljuk, hogy 6000 ember ellátására milyen volt hálózati szolgáltatási hálózat szükséges, akkor az elég logikus, hogy annak nagyobbnak is kellett lennie. De minden esetre ezek függetlenek voltak a civil településtől. Ez itt csak a legiós tábor része a Carnuntum városának. Ez pedig egy kép magáról, hogy hogyan is nézett ki Carnuntumból, egy ásadási része, tehát padlófűtéses rész. Ami itt van, ez már brigéció. Tehát ez itt van nálunk ószőny. Hasonlóan ahhoz, mint amilyen Carnuntumban láttunk, az a lilás terület, az a civil város. A nagyobb bordó négyszög, az a katonai tábor. Mellette az a barna terület, az a Canabé, tehát a katonavároshoz tartozó civil rész. És akkor attól egy kicsikét észak kelet felé, pedig van egy kisebb erőd, amivel szemben a Duna másik oldalán van egy ellenerőd. Tehát tulajdonképpen látható, hogy ugyanaz a települési szerkezet van
itt is, mint amilyent Karnotomba láttuk. Nincsen ugyan ilyen rajzom Aquincumról, de hasonló egy kicsit ehhez. Ez itten ugye Aquincum. Fönt, ezen a részen, ez itt a civil város, ez itt a katonai tábor, és a katonai tábor körül van a Tanabe, a katonai civil település. A méreteket tulajdonképpen jól érzékelteti, hogy Aquincumban, hát ezt mindannyian tudjuk, mert ide valósiak vagyunk, két amfiteátrum van. Az egyik a Nagyszombat utcában, az a Katonaváros amfiteátruma, a másik a Polgárvárosban, azaz, amelyik mellett van egy hév megálló is. Na most a Polgárvárosi amfiteátrum sokkal kisebb, mint a Katonavárosi. Mert egyszerűen nem volt annyi ember, aki megtöltse a civil városban levő amfiteátrumot, mint amennyi a Katonavárosban volt. Ez itt az Aquincumi katonavárosnak, legiós tábornak az alaprajza. Hát most már, hogy mondjam, csak barátságosan lehet ránézni erre az alaprajzra, mert lehet látni itt is, hogy ugye körül van véve árok és falrendszerrel, hogy négy kapuja van, és a principia van a közepén, és az összes többi már most nem magyarázom el még egyszer. Néhány helyet mutatnék be inkább. Ez itten a tábornak a déli kapuja. Ráismerünk, mert ez is egy közismert rész, ugye ahogyan rákanyarodik az Árpád hídról az út a Szentendrei útra, azt lehet ottan látni, és tőle ugye közelebb lehet látni ez a bizonyos déli kapu, tehát ez az Aquincumi katonai tábornak a déli határa. Ha bemegyünk a kapun a tábor felé, ugye ami balra van, akkor az ott egy tribunusz ház, ami látható a képen. Így néz ki ez a bizonyos déli kapu, hogyha elhisszük a régésznek, aki a rekonstrukciót csinálta. Hát az egész biztos, hogy azt lehet tudni, hogy a bejáratok azok hogyan néztek ki, hogy milyen magas volt, arról hát mindenki azt gondol, amit akar. Ez egy másik kapuja, ez a keleti kapu. Tehát ez az a kapuja a polgárban, a Aquincumi katonai tábornak, amelyik a Duna felé néz. Ez volt a fő nézet, és ez volt a fő kapu, mert hát a Duna felől lehetett ellenségre számítani. Az ásatók úgy képzelték el, hogy ez a déli, keleti kapu így nézhetett ki, ahogyan én most mutatom. Ennek nem két kapuja volt, ugye egy befelé, egy kifelé, mint amilyen a déli kapunak, hanem egy nagy kapuja középen, és akkor kettő kisebb jobbra és balra. Ez látható Óbudán, és az az egyik kisebb kapu, ami ott van, őtőle ugye felénk, ott volt a nagyobb kapu, azt nem rekonstruálták. Na most ez egy érdekes kép, nagyon remélem, hogy látszik. Megpróbálták rávetíteni az Aquincum, Óbuda mai képére ennek a bizonyos tábornak az alaprajzát. Itt van ez a bizonyos keleti kapu. Ugye itt megy az Árpád hídról a Szentendrei útra az útvonal. Ez a déli kapu, amit az előbb mutattam, és ez a keleti, és a tábor ekkora volt. Látszik? Azért jókora.
Na most áttérünk a kisebbik táborokra, nem mindegyik volt ilyen nagy természetesen. Ez, ami itt van, ez már a Dunakanyarhoz közelebb van, ez a Tokodi auxiliáris tábor. Nem közvetlenül a Dunaparton van, de azért nagyon közel a Dunához. Hát belül van még egy csomó mindenféle, amit meg lehetne ásni, de majd, hogyha sok pénzünk lesz, akkor. Ugyancsak a Tokodi táborról egy kép. Ez a Szentendrei, hát ez az, ami mellett elmegyünk nap mint nap. Szentendrei auxiliáris tábor, ugyanúgy ilyen kicsikét szabálytalan téglalap alakú, mint amilyent láttunk eddig is, saroktornyokkal, középen a principiával ásta egy maguk Éva nevű kolléganőm. Csináltak aztán légi felvételeket is. Ez megint olyan dolog, amit mindenki ismer. Ez az a hosszú épület, ami a parkoló, ahol a buszok szoktak parkolni Szentendrén. Tehát ugye eljövünk a végállomástól, a Kőtár és utána a Bükkös Park. Na most, amikor fölér a tetejére, ott van egy ilyen hosszú épület, és azon belül van a tábor, ami egyébként nagyon stratégikus elhelyezkedés, mert hát mindannyian tudjuk, főleg, hogyha biciklivel is jártunk már arra, hogy az a legmagasabb pontja ennek a területnek. Itt látszik ugyancsak az a hosszú épület, és látszik a tornyoknak és az egyik bejáratnak a képe is. Hát itt azért még rengeteg mindent lehetne csinálni. No most ez, ami itt van, ezt megpróbálta pályázatot kiírni arra, hogy hogyan is kellene bemutatni ezt a szentendrei tábort, de hát egyelőre nem látszik úgy, mintha valamelyik elképzelést megvalósíthatnák. Minden esetre én azért akartam ezt megmutatni, mert szintén lehet látni, hogy hogyan Szentendrén belül hogyan helyezkedik el ez a bizonyos tábor. Hát ahogy ezek a pályázó építészek megrajzolták ottan a domnak a tetejét. Tovább megyünk. A következő ilyen nagyon érdekes és fontos auxiliáris tábor az Intercizában van Dunaújvárosban. Ez egy nagyon jelentékeny és egészen jól kutatott hely is. A szír lovas íjász különítmény volt itt elszállásolva. Ez a principiának az épülete. Azért mutattam meg, hogy egy picikét felhívjam a figyelmet arra, hogy nem egyszerű dolog azért ezeket megásni. Mert persze, hogyha 2 méter meg 3 méter széles falak vannak, hát szétverni se lehet, még ha az ember akarja, akkor se. De bizony nagyon sokszor előfordul, hogy ki van már a fal termelve. Fölhasználták a kőanyagot. És ezért, hogy hol voltak a falak, az csak a falak hűlt helye mutatja. Tehát, hogyha az ember a kitermelt fal, vagy a követ helyére bedobott szemetet kitermeli, akkor lehet meglátni, hogy milyen volt eredetileg az az alaprajz, amin beljellemezni lehet az épületet. Ez szintén az intercizai tábornak a légi fotója. Hát csak az oda vezető utak alakjából lehet azt látni, hogy hogyan is nézett ez ki, mert hát természetesen nincsen felépítve. No, azután elérkeztünk a késő időkbe, 3.-4. századba, emlékszünk esetleg egy hónappal ezelőtt, hogy erről is volt szó, amikor már nem
ilyen szabályszerű táborokkal, kisebb-nagyobb táborokkal, legionárius és auxiliáris csapatok táboraival védelmezték a határt, hanem magaslati erődökkel. Ez itt a Pilismaróti ad Herculem tábor. Hát itt már aztán semmiféle derékszöget nem ismertek. Azt nézték csak, hogy annak a bizonyos dombnak a teteje milyen alakú, ahova ők egy erődítményt akarnak tenni. A Pilismaróti ilyen. Egy horeón látszik benne le. Ez pedig ugyancsak, hát ezt azért azt szerintem ismerjük, ez a Visegrád Sibrigdomban levő római katonai erőd, ugyancsak úgy építették meg, vagy ilyen alakja volt a dombnak, és azért volt ez a domb nagyon fontos, mert kiválóan be lehet onnan látni a túlpartot is, a Dunát is, sőt, még a Szentendrei sziget csücskét is. Ez egy légi fotó arról, hogy hát milyen kilátás is van a Sibrigdombról. Ezt a római katonai építményt azután a középkorban is használták, és az Árpád korban itt lehet látni, hogy ezek a római kori falak, ezek mi, és ez itt már ráépül, tehát azt már nem a rómaiak csinálták, hanem a középkoriak. Volt egy kolléganőm, szeretett kézi munkázni, az ezt a típusú erőt falat, amikor kicsikéti beorpad, úgy hívta, hogy a slingelt. No és hát ugye a középkorban egy kicsikét átszabták a formáját a dolognak, akkor így nézett ki. Visegrádon van, bocsánat, ez már nem Visegrád, hanem a rómaiak nem csak az innenső partot, tehát a budai Dunapartot erődítették meg ezekkel a különböző méretű erődökkel, hanem a túloldalt is, mert hát érzékeltetni akarták a barbárokkal, hogy azért hátrébb az agarakkal, itt is azért mi vagyunk a legjobbak. Ez itten a március 15-e téren a piarista gimnázium előtti területen, az Erzsébet pesti hídfőjénél levő gyönyörű szép erődnek az alaprajza. Hát ott nem, most megmutatom a következő képen, csak hogy lehessen látni, ez az a tér, amiről van szó. Erről olyan nagyon sok minden nem látszik, de hogyha az ember oda megy, akkor az üvegen keresztül alulra lehet pislogni, és akkor lehet látni néhány falat erről az objektumról is. Ez szintén Visegrádon van, egy az előbbinél kisebb és a Dunához közelebb levő kis erőd, csak 4 saroktornya van, illetőleg az az elképzelés, hogy ez hogyan nézhetett ki akkor, amikor még funkcióban volt. No, megérkeztünk majdnem a legkisebbekhez. Ezek a burgusok. Ilyen a miénk is. A miénk az ottan, amelyik a jobb szélen van. Mellette egy másik, ami Budakalászon, és mellette egy harmadik, ami viszont Visegrádon. Ezek méretben össze vannak tisztességesen illesztve, úgyhogy lehet rajta látni, hogy a maga az épület egészen szinte centire ugyanakkora, mind a három helyen, hogy körülötte milyen messze van a védőfal, az egy következő kérdés. Minden esetre ezek azok a Valentin Jánoszi erődök, amik hát hasonlóan a miénkhez 273-ban épültek körülbelül. 4 ilyen
belső oszlopuk van. Ez a négy belső oszlop erre azért volt szükség, mert magának az objektumnak a mérete 16-17 méterszer ugyanennyi, négyzetes, és ekkora födémet nem lehetett azért belső oszlop nélkül megtartani. Fú, hát ezt nem tudom, hogy ezt lehet-e látni. Ugyanis természetesen, mint ahogy az elébb mutattam ilyen menettáborokat, ilyen burgusokat is lehet felfedezni, akkor, hogyha az ember jó erősen nézi a Google-t, vagy valamilyen más ilyen lehetősége. Itt van egy burgus. Illetve egy következő, ez viszont itt van nálunk Magyarországon, szintén feltáratlan, légi fotózással fedezték fel. Itt van egy csík. Ez a Limes út. Mellette ez a négyszögletes, az egy burgus, mint amilyeneket az előbb mutattam, és hogyha az ember egy kicsit figyelmesebben nézi, akkor azt is látja, hogy körülötte kettő sárokrendszer is van. Hát ezek bizony csak akkor látszanak, hogyha megfelelő időjárási körülmények vannak, és a fű nem nő nagyon magasabb annál, mint amilyen mi nekünk kívánatos. De minden esetre, amióta a légi fényképezés van, azóta azért nagyon szép eredményeket lehet elérni ezzel a légi fotózási módszerrel is. Na most megérkeztünk oda, ahol már olyan kicsi objektumok vannak, aminek nem kell, hogy belső tartóoszlopa legyen. Ezek a spekulák, tehát amit kizárólag csak arra volt, hogy ki lehessen belőle nézegetni, viszonylag jó magasról. Ez egy germániai. És ezt aztán mutattam a múlt alkalommal is, ez Ráckevén van. Hát ezek olyan picik, hogy természetesen ebben lakni nem lehetett, hanem a közelben levő burgusban volt a lakásuk a katonáknak, és ide csak őrszolgálatot teljesíteni mentek ki. Na most, mivel mi itt a Dunaparton vagyunk, ezért kikötő objektumokat is képesítettek a rómaiak. Ezek arra volt mind a két parton egyébként, ezek arra vonatvalók voltak, hogyha át kell menni valamilyen disznóságban a másik oldalon, akkor megóvják azokat a akadályokat, amelyek ki akarnak kötni ott. Tehát fallal van körülvéve, ami be is nyúlik a Dunába, és úgy hát igyekeznek megóvni ezeket. Hát ezeket elég nehéz megtalálni, de azért helyiek közel lehet. Nógrádvedécén, Dunafalván van ilyen. Ott lehet látni a nyújt mellett, ami megmaradt belőle. Ez Verőce. Hát, hogyha az ember lent van a Földön, akkor ilyennek látja. Ez pedig, hát ez az utolsó kép, ez Dunafalván szintén, ez is egy ilyen erőd volt, de már nagyon-nagyon gyakran formája van szegénynek, amin nem kell csodálkozni. Hát ott van a kitéve minden egyes alkalommal az áradásnak, meg a hidegnek. Úgyhogy, ha nem vigyázunk ezekre a dolgokra, akkor kisváltatva el fognak azok is tűnni. Hát én ezt szerettem volna elmondani most arról, hogy hogyan is van berendezve a Dunakanyar védelme, a rómaiak hogyan csinálták ezt, és ismét arra szeretném felkérni a tisztelt hallgatóságot, hogyha kérdése van, ne spórolja meg, hadd válaszoljak rá, ha tudok. Tessék.
lehet számolni, hogy hány határőr lehetett körülbelül? Hát, úgy összesen, ez az érdekes, hogy nem, hogy ezek nem határőrök voltak, mert ugye manapság az van, hogy van egy katonasság benne, ugye, aki hát normálisan szolgál benne valahol megy tartanyába, és ide-oda megy például akkor, hogyha száj és körömfájás dúl, ez meg az meg amaz, akkor ezekhez hozzá lehet ugye fordulni. De a rómaiaknál éppen az az érdekes, hogy a dolog kezdetén maga az egész hadsereg volt a határa telepítve. Na most azt meg lehet természetesen mondani, hogy ez különböző határszakaszon hány embert jelentett. Tehát nem külön határőrettségek voltak, hanem az egész hadsereg volt. Azután, erről a múlt alkalommal azt hiszem, hogy beszéltem, ugye amikor rájöttek arra, hogy ez csak addig jó, ameddig egész biztos, hogy meg tudják állítani az ellenséget a határoknál, mihelyest ez a dolog nincs biztosítva, hanem át tudják törni a római védvonalat az ellenség, akkor rögtön baj van, mert hát benn vannak a hátországban, és ott aztán dúlnak, rabolnak, azt csinálnak, amit akarnak. Akkor visszavonták a katonai alakulatokat középre, a tartomány közepébe, hogy onnan lehessen oda küldeni őket, ahol éppen szükség van rá. Azt lehet, talán azt akkor ebben igazad van, hogy azon lehetnek töprenkedni, hogy ebben a késői időben körülbelül hány, ugye ha minden burgusra számítunk, mondjuk 2 tucat embert, az 24, hogy, és ennek arányában megpróbáljuk a többit is, hát akkor esetleg lehet valamilyen ilyen kalkulációt csinálni. Elég nehéz egyébként a népességi kalkuláció római korban, sok mindent, azzal is próbálkoztak, hogy megmondják, hogy egy városban mennyi ember él. De hát, és akkor erre meg temető statisztikák, mi egyéb. Szóval nem egyszerű. Vannak ilyen kalkulációk, de nem lehet azt mondani, hogy ha valakinek egy ilyet sikerült előállítani, akkor a többiek zászlólengetve csatlakoznak ehhez. Ezeknek az épületeknek a rekonstrukciója az mennyire lehetséges? Mik a határai? Ezek nyilván technikai, meg jogi értelemben is, meg tudományos tekintetben is. Hát az az igazság... A kinti vakert és a fölföl röppenő szándékok, hogy akkor építsük újjá, stb. Tehát hogy ez a kérdés... Az az igazság, hogy ezzel majd hosszabban fogok, hanem az utolsó előadásban foglalkozni. De minden esetre mondhatom, hogy hát csak azért mondom, mert én ugyan most is mondhatok róla ezt, aztán azt csak akkor azért jobban alá fogom tudni támasztani ezt. Tehát vannak olyan helyek, ahol még egészen jó karban lévő álló falak vannak. Egy-két emeletig. Aztán vannak olyan helyek, például itt ugye a Szaharában, meg az arab sivatagban, ahol még magasabban álló objektumok is vannak, amelyekről lehet valamiféle elképzelés az embernek ahhoz, hogy ez milyen lehet. Ugye nyilvánvaló, hogy egy ilyen kalkulációnál a dolog nem folyamatosan lineáris, hogy így fejezem ki magam, hanem emeletenként ugrik. Tehát ha azt gondolom, hogy 2 emeletes, akkor valószínűleg csak 8-9 méter magas volt. De ha azt mondom, hogy 3, akkor ehhez még hozzá lehet tenni ugye egy adagot, és nem, ez egy nem folyamatosan menő dolog. No hát ilyenkor szokták azt csinálni egyébként, hogy megnézik, hogy egy-egy épület milyen mélyen van alapozva az aktuális földfelszíntől, talajszíntől. Mert az alapozás mélysége az valószínűleg korrelációban van az épület magasságával. Fölösleges volna nagyon mélyen alapozni, ha úgysem lesz olyan magas. Na most,
Hát ilyesféle megfontolások játszanak szeretet abban, hogy az ember megpróbálja megmondani, hogy milyen magas volt ez, vagy az épület. Ezek átszólag típusterv alapján készültek, hogyha ez szintén... Ez egész biztos, hogy típusterv alapján készült, mert ezek annyira egyformák, hogy hát ez máshogy nem is lehetett. Nevezetesen ebben az esetben még ismerjük a építetőnek a nevét is. Tehát nem csak a Valentinianus császárét, aki elrendelte, hanem annak a csapattestnek a főnökét, aki kivitelezte ezeket az épületeket. Nagyon érdekes cikket írt egyébként egy kollégám, akit most én itt mutattam, ugye három, a budakalászi, a visegrádi, meg a leányfalusi hasonlítanak így egymásra. Na, ő talált egyet a római parton, nem messze a vasúti, tehát ahogy átjön a vasút Pest felől, attól a Nánási úton talált egy ilyet. Nagyon sokat nem ásatott fel belőle, mert hát ugye mindig csak ott lehet ásni, ahol hely van, ahol valami van rajta, ott már nem lehet ott megtalálni neki. De azokból az adatokból, amelyekhez hozzájutott, abból azt valószínűsítette, hogy ez ugyanaz a generáció, mint ez a miénk, ami itt van. Hát, aztán ebből is sok mindenféle történelmi következtetés adott. Mit lehet tudni a Ózai hajógyári szigeten lévő nagy palotáról, amelyikről hát sokat itt nem hallottuk, vitattunk, de hát hogy pontosan mi volt, mi is volt az, és mi a... Az egész biztosan hegytartói székhely volt. Tehát az a, ugye Hadrianus mielőtt császárra emelkedett volna 117-ben, azelőtt egy gyönge 10 évig a Pannonia helytartója volt, és helytartó korában építette a hajógyári szigeten azt a objektumot magának. Ezzel még nincs feltárás. Hát ott volt feltárás, mindig akkor csináltak ott valami feltárást, amikor valamit építeni akartak, és ugye csak akkor át. Mert hát nem úgy van, hogy a régész az érdekli valami gyorsan, amely megássa. Az a helyzet, hogy amekkora területet igénybe akar valaki venni, valamilyen beruházás számára, azt ott meg lehet ásni, és a fél méterrel kijebb van, már akkor nagyon sajnáljuk. Ehhez képest egyébként, itt most utalnom kell arra, hogyha ez a kérdés már felmerült, hogy egy gigászi munka az, amit itt mutattam, hogy nézett ki Aquincum körülbelül, mert ott el lehetett látni, hogy mindenféle házikók vannak miatt. Most az ember azt gondolná, hogy ez csak úgy oda költötte valaki, mert szereti a szép városképeket piros háztetővel. No most nem ez a helyzet. Azoknak mindnek van valóságos régészeti alapja, de ezek mind ilyen fragmentumok csak. Tehát valahol egy ház udvarában valaki még galambducot akart építeni, és akkor azon a helyen, azon a néhány négyzetméteren valamit találtak. És akkor azt szépen bele rajzolták a nagy térképbe, és ennek alapján ezeken a helyeken valóban ott voltak ezek a házak. Hát aztán természetes, hogy egy ilyen rajzon van, hogy mondjam, némi kiegészítés vagy költészet is, de azért alapjában véve az, hogy hol voltak épületek, az biztos, ami rajta van. Tessék. A Budakalászi az hol van? Hát Lupacsárdának hívják azt a helyet. Ez a neve a... Tessék. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye Britanniában volt a fal, ami védte
viszont a tenger felé, tehát ami nem a birodalom felé volt, ott azon a szélén a szigetnek, ott milyen védelem volt? Vagy volt egyáltalán szükség bármilyen védelemre? Hát az az igazság, hogy ilyenekről nem tudok. Egész pontosan kilátó tornyok, vagy bocsánat, világító tornyokról tudok. Tehát amit az Atlanti-óceáni szélén a birodalomnak ismerünk, ott voltak valóságos római kori világító tornyok, de az az igazság, hogy onnan nem számítottak arra. Tehát onnan inkább arra számítottak, hogy segíteni kell annak, aki arról jön, nem pedig védekezni vele szemben. Úgyhogy onnan nem tudok. Hát lehetséges, hogyha talán egy kicsikét a francia és portugál szakirodalomba utána kellene vetnie magát az embernek, akkor talán erre vonatkozó, de minden esetre én nem találkoztam még vele, csak világító toronnyal. Tessék! Ez a hajógyári szigeten, ez hol volt ez a palota? Délen, középen vagy északon? A hajógyár területén volt? Közelebb kell jönnök, mert én bizony csöket vagyok. A hajógyári szigeten? Igen. A palota? Délen volt a hajógyár területén, középen vagy északon? Inkább északon és a kis Dunaág felé. Tehát az a kis Dunaág, amit lehet is... Tehát amikor bemegyünk híd, igen. Az a körülbelül azon a területen? Egy kicsivel még följebb. Kicsivel, egész a csücsök. Igen. Szerintem kérdezni, az érdekel, hogy mondtad, hogy milyen sűrű volt ezek a legiók, és hogy ebben 6000 katona volt, hogy toborozták a katonákat, hogy mennyi ideig voltak ott, mikor mentek haza, hova katonáltak, hogy egész években volt. Kicsikét hátrébb megyek, hogy ott is hallgatok, amit mondok. Tehát a római katona 25 évi katonás. Az elég erős. Na most ez azt lehet mondani, hogy eldőlt vele az, hogy egész életében mivel foglalkozik. A katonáskodásnak a jutalma az volt, hogy ha nem volt római polgár, akkor megkapta a polgárjogot a leszerelésekor. Gyönyörű, szép bronzba vésett oklevel, vagy hogy mondjam, okiratot kapott arról, hogy ő tisztességgel leszolgálta. Honesta missio, így hívják, ugye tisztességben nyugdíjazták őt, és kapott részint polgárjogot, részint egy darab földet. Ezeket hívják ugye dedukciónak, tehát amikor adnak egy darab földet neki, Szavária például egy ilyen dedukciós kolónia, úgy lett belőle város, hogy egy csomó római katonát letelepítettek, ott adták nekik oda a földet, és akkor azok onnantól kezdve tisztességes, földművelő, hogy mondjam, középkategória voltak a római polgárságban. Föl szokott merülni ezzel kapcsolatban, hogy hát és akkor mi van a kis családdal eddig, vagy mégiscsak hogyan legyen a dolog. Szóval rabnőt azt szabad volt tartani, feleséget nem. Ennek következtében az illetékes hölgyet azt kiválasztották maguknak, és amely esetben tisztességes emberek voltak, egyébként sokan voltak tisztességes emberek, akkor a 25 év letelte után felszabadította a rabnőjét, és így az a felesége lett. Erről egy egész csomó felirat tanúskodik, hogy ez... Nem hiszem, hogy akkor lett csak rab. Úgyhogy, és hát természetben ugye ennek kapcsán, hogy a gyerekek is születtek, hát az a bizonyos Kanabé, tehát az a civil városrész, amelyik nem az igazi civil, hanem a katonaváros közé, az ezekkel volt tele. Valaki 25 évekkel ugyanabban, ugyanazon a helyen volt, szóval egyszerűen... Nem, természetesen a legiókat jobbra-balra küldték ide-oda-moda.
Hát ez diszlokációnak hívják egyébként a szakirodalomban ezt a tevékenységet, hogy hát ugye mindig oda, ahol valami balhé volt. Hogyha keleten van probléma, akkor oda küldenek egy csomót, akkor aztán visszajön, csak többi. Az is volt, hogy nem az egész legió ment el, hanem csak egy bizonyos része. Azt hívják vexillációnak. A vexillum az zászlót jelent latinul. A vexilláció az egy olyan, rész abból a bizonyos legióból, amelyiket el lehet küldeni valahova, valamilyen expedíció vállalkozásra. Erre azért is volt szükség, mert az nem okos dolog, hogyha az egész legiót eltelepítik onnan, mert akkor ott meg nem lesz senki. Ezt rögtön megtudják azok, akik szemben vannak a határ másik oldalán, és már kész a baj. Úgyhogy ezek a vexillációk azok, amelyek hát ugye jobbra-balra mozognak, és ezt rendesen pályájára igazán büszke római katona, a sírkövér meg is jegyzi, hogy én kérem, a 14. Iker legiónak a tagja voltam, és vexillációban elkerültem Perzsiába, és Britanniába, és ide is, meg oda is, meg amoda is, és mindenféle nagyszerű cselekedeteket hajtottam végre, amely ilyen és ilyen kitüntetéseket kaptam. Ez mindig rajta van ezeken, és innen lehet tudni, hogy ezek az vexillációk hogy mozogtak. Én szeretném kérdezni, hogy Agrippa most, illetve az településnél is a következő felállás volt ugye a katonai tábor. A katonai táborhoz tartozott civil társaság, és azon és ezen kívül ugye volt még a civil polgári város. A kérdésem arra irányul, hogy milyen kapcsolata volt ennek a bizonyos polgári városnak a civil városhoz, illetve a katonai táborhoz. Hát volt, egy idő múlva létrejött, tehát amikor már hosszabb ideig értek ezek egymás mellett, bele is nőtt gyakran. Tehát ugye akkorára megnőtt egyik vagy másik, vagy mind a kettő, hogy összenőttek, és tulajdonképpen a 4. században már nem nagyon volt különbség közöttük. Ez a korai időkre vonatkozik ez a bizonyos elszeparálódás, igen. Esemben a kérdésem, hogy itt a Burgoszról beszélt, hogy 24 ember vagy 24 katona volt benne. Igen. Hogy ők állandóra itt voltak, vagy mondjuk Szentnevére jöttek ki, időnként cserélték egymást, tehát hogy aki itt volt, az pedig mondjuk itt volt egy éven keresztül, és akkor itt szőlője volt, meg gazdálkodott, vagy pedig ezek ilyen folyamatos cserélők voltak. Hát az az igazság, hogy ezek sajnos nem voltak olyan jelentékeny emberek, hogy írásos bizonyítéka tudna ennek lenni. Az egész biztos, hogy ahogyan megyünk egyre előre az időben, hogy a későbbi, tehát a 4. század második felében már nem tudta a központi kormányzat, nem tudott gondoskodni arról, hogy ezeknek mindig legyen kajája, meg mindenféle, amihez szükséges, és ezért inkább azt mondta nekik, hogy fiúk, ott van ez a tiétek, ez a környék, itt gazdálkodjatok belőle, és termeljétek meg magatoknak. És ezért ezek például, akik itt mi nálunk is voltak, ezek részint megművelték azt a földterületet, ami körülöttük volt, sőt, még iparos tevékenységet is folytattak, és ezzel az iparos tevékenységgel kapcsolatban kontaktusuk volt a szemben levő barbárokkal. Tehát termeltek maguknak, ipari termelésük volt, és azzal kereskedtek is. Mert egyszerűen nem tudta a központi kormányzat őket ellátni, és egyszerű volt azt mondani nekik, hogy hát öreg, hát felnőtt emberek vagytok, keresétek meg a kenyereteket. Na most azt nem hiszem, hogy őszinte legyek, hogy annak szabályozott keretei lettek volna,
hogy időközönként ezt a 24-et leváltják másik 24-el, akik frissen jönnek Szentendréről. Azért nem hiszem, mert ez a fajta berendezkedés az életnek, ez azért olyan, hogy biztos nem esett volna jó neki most, akkor már most bevetettünk tavasszal meg minden, és akkor most mi lesz? Hagyjanak engem békén. És mivel jobb szeret, hogy mondjam, az volt az elsődleges igény a kormányzat részéről is, hogy ezek stabilan tudják a feladatukat ellátni, ezért ezt nem tartom valószínűnek. Az viszont egész biztos, hogy a spekulákban nem laktak. Az arra alkalmatlan volt. Hanem ez olyan, hogy itt laktak mondjuk ebbe a burgusba is, 4-5 spekulába, ami mellettük volt jobbról-balról, oda kiküldtek minden őrségváltás, mint ahogy az manapság is meg. Én mindig mondott, hogy fölhúztak egy falat, meg építettek egy házat, meg építettek ezt vagy azt. De hát ezek még akár a szocializmus idején is, ezek évekbe teltek volna, még megépül egy ilyen. Hogy ez mennyi idő alatt építkeztek? Rettentően gyorsan. Na de hogy a fenébe csinálsz? Hogy azt a falat, hogy egy keresztül Anglián. Igen, de hát most gondold meg az egész Trajanus. Úgy, ahogy volt, 19 évig uralkodott. Hát csak azt tudom neked erre mondani, hogy volt ember. Mert ha belegondolsz, hogy mondjuk egy piramist mennyivel nehezebb volt, ennél sokkal nagyobb vállalkozás és sokkal erőteljesebb technikai felkészültség volt már Hadrianus korában, mint mondjuk Cheops korában, 3000 évvel korábban. Volt ember, és meg tudták csinálni. Ha azt kell neked mondanom, hogy én magam, pedig ezen töprengek már vagy 40-50 éve, azt nem tudom elképzelni, hogy honnan volt képe valakinek Rómából, arról, hogy hogy néz ki a pannoniai határ. Vagy honnan volt elképzelése arról, hogy a Szahara szélén mi a teendő. Mikor semmiféle irodástechnika nem állt rendelkezésre erre a célra. És volt képük rá, róla. Volt elképzelésük, és pontosan tudták, hogy hova kell menni, mit kell csinálni. Nagyon mókás dolog, hogy ugye tudunk arról, hogy Alexander Severus császár a 3. század 30-as éveiben uralkodott. Elhatározta, hogy elmegy keletre megnézni, hogy ott mi van, mert jó császár, körülnéz időről időre. Egy évvel korábban elkezdték építeni azokat a helyeket, ahol meg fog szállni. És megcsinálták. Úgyhogy ez végrehajtható. Kiürült. Hát akkor köszönöm. November 10-é lesz, az a Leányfalusi Őrtoron története. Szorítjuk. Illetve az előző kép, és a mostani az előző előadás megtekinthető a Leányfalu térjének a Facebook oldalán, egyezetben, tehát ott lehet készülni a következő előadásra. Köszönjük, hogy eljött.